én megpróbáltam úgy levizsgázni, hogy nem olvasom el az oktató anyagot. Van némi gomb, mindjárt megmutatom, hogy micsoda. Mivel ez egy mega autó, így elől hátul eléggé ki kellett emelnem, hogy suttyanok Tatabányára, és akkor majd onnan fogja továbbvinni a nemzetközi kolléga. Jó, szép jó napot kívánok, üdvözlök mindenkit, és hát egyben boldog új évet kívánok minden kedves nézőnek. Idén még nem találkoztunk, sőt, valamikor kamionos videó témában, hát közel fél éve nem is jelentkeztem. Elég sok minden történt. Most így a januárnak így a második hetén járunk. Hát már a múlt héten is kidolgoztam az egész hetet, ugye, azt mondjuk kedden indult a hét, de hát arra számítottam, hogy lesz egy kis szabadság, mert hogy év eleje van, ugye még nincs annyi munka. Hát volt, úgyhogy az nem baj, mert legalább keresünk. A decemberem az úgysem volt olyan erős, ugye nekem akkor van nem csak a szokásos ünnepek, hanem születésnap a két ünnep között meg minden, úgyhogy ott meg én nem akartam dolgozni, amikor lehetett volna, úgyhogy a decemberem az egy kicsit ilyen sovány lesz. Na mindegy, szóval most Biatorbágyról indulunk. Tegnap itt hagytam meg egy kolléga is a szerelvényét, és akkor egy másik kolléga feljött, értünk Tatabányáról is hazavitt. Aztán ma meg egy személy autóval jöttünk vissza. És akkor így innen indul a nap. Bugyira fogunk menni, rakodni. Érdekes rakodás lesz, mert hát oldalról fognak megrakni minket, de nem a földről, hanem ilyen oldalrámpáról. Köszönöm. Szóval ilyen oldalrámpáról, tehát úgy kell majd oda tolatni, hogy a plató oldala lesz ott a tulajdonképpen így a kő. Bocsánat, csak néztem, hogy jönnek-e. Szóval ott a kőplac mellett. És hát majd előtte már ugye szét kell szedni a pótkocsinak a bal oldalát. És úgy, hogy majd a ponyvát meg be kell gyűrni a pótkocsiba, mert ugye, hogyha az ott lógna, akkor, hogy oda tolatnánk ahhoz a kőplachoz, mert elég szorosan kell odaállni, akkor ugye azt mindjárt ott legyamálnánk az egész ponyvát, meg a micsodát, ezeket a kapcsokat. Úgyhogy, és akkor majd onnan bele is fog menni az autóba, így átmegy a targonca is olykor. Hát többször voltam már ott rakodni. Úgyhogy az is olyan, hogy ha kész van az áru, akkor meg leszünk hamar, ha még nincs összerakva, vagy esetleg sokan vannak, hát akkor várakozni kell, ez egy ilyen dolog. Na mindegy, szóval, hogy mi történt az elmúlt fél évben, tényleg sok minden, mert valamikor akkor volt az utolsó videó, amikor mielőtt elmentem ugye nyári szabadságra. Ja. Na, úgyhogy azóta sok víz lefolyt a Dunán. Itt az 1-es útról megyünk az M1-esre, és akkor utána meg a 0-ásra. Hát érdekes dolgok történtek. Kicseréltük az egyik autónkat. Megszabadultunk, idézőjelben megszabadultunk a nagy Citroen C4 Picasso-nktól. Ugye már nem kellett nekünk akkora autó, mert ketten maradtunk a feleségemmel, úgymond, plusz ugye az ödön kutyánk,
ő a harmadik, ő most a gyerek, mert hogy a már a gyerekek ugye totál kirepültek, nyáron már a fiúnak is megvolt az esküvő, úgyhogy már amúgy sem lakik senki velünk. Meg már az is 17 éves volt, mindegy, beújtottunk, vettünk egy Fiat 500-ast, úgyhogy most van két kicsi autónk, van ugye az a kis villany, meg ez a benzines kis Fiat 500-as, és akkor így azzal, az nekünk így kettőnknek tök jó. Azzal voltunk már Horvátországban is nyáron nyaralni, úgyhogy teljesen bőven elég nekünk. Az is egy olyan autó, azt szeretem, mert úgy csinálták meg, hogy nem, ugye eleve 4 személyes csak, nem 5, de szóval nem úgy csinálták meg, hogy akkor mindenhova valahogy bepréselődjön a 4 ember, hanem én azt mondom, hogy az inkább 2 személyes, viszont 2 személynek bőven tök jó, mert elegendő lábtér van, szóval én elég magas vagyok, mert 180 cm vagyok, én is tök jól elférek benne, a feleségem sem alacsony. Úgyhogy úgy csinálták meg, hogy 2 embernek bőven jó legyen elől, és akkor hát így magam mögé beülve, anyám egyszer beült, ő elfér, de hát ő már így megy össze, elég alacsony. Meg mit tudom én, még a Andinak is él az anyukája, szóval így nekem is a anyukám van már, csak idézőjelben, meg Andinak is. Úgyhogy ha úgy van, akkor esetleg ők ott elférnek, de ha a helyben megyünk, akkor úgyis a villanyautóval megyünk, és egyébként az hosszabb. Abba jobban elfér a 4 személy, mint ebbe a Fiatba. Amúgy meg őket már úgy nem utaztatjuk, tehát hosszú útra meg amúgy sem kell velük menni, úgyhogy városon belül meg itt még tudom én, hogyha szomszéd településre megyünk, oda ott meg úgyis a villanyautót használjuk. Nagy utazásra meg szülők már úgyse jönnek, magunknak meg tökéletes. Amúgy is úgy van nekünk, hogy le is vannak döntve a hátsó ülések, és akkor oda be van téve egy fabetét, az bevágtam oda rendesen, teljesen síkba van, és akkor ott ödönkutyánk utazik, tehát az neki ott az állandó helye. Ja, úgyhogy ez történt. Aztán nagy vonalakban, ja igen, pilóta is lettem, szó szerint. Megszereztem hogy is van ez hivatalosan, hogy a pilóta nélküli légi jármű irányítói jogosítványomat az A1, A3 műveletekre. Úgyhogy nem magyarán refordítva legálisan is használhatok drónt, nyilván a megadott feltételek szerint. Úgyhogy már van ilyen jellegű jogosítványom is. Aztán hát betegeskedett itt a Renault-ka is, itt a év vége felé voltak vele problémák, valami kábelkötek beázott vele, úgyhogy itt mindenféle hülyeségeket mutatott, még a tahográftól kezdve minden, aztán onnan én vittem volna a szervizet, egy másik kolléga elindult vele a telephelyről, azt a saját műhelyünkig jutott, ott meg is állt. Aztán hát volt egy kis bosszankodás, mert nem túl jó ebbe az autóba az állófűtés. Aztán ugye jöttek a hidegek már decemberbe. Úgyhogy ott majdnem fölálltam, úgymond. Kicsit elszállt úgy a agyam, mikor ott úgy elkezdtem fázni az autóban, mondom, nehogy már itt már 2024 derekán, ugye ez volt tavaly, te megfagyjak egy autóban, mindegy, aztán megbeszéltük a cégnél, lett némi módosítás is az autón eszközölve, sokkal jobb nem lett tőle, de legalább megpróbálkoztunk vele, aztán várjuk a tavaszt. Valahol tavaly is elhagyta ezt a szám, ez a mondata a számat. Nem titkolt, én a telet annyira nem nagyon szeretem, nem szeretem a hideget. Na, szóval
ponyvázni, meg minden azért az nem egy leány álom. Én jobban szeretem azt a, kora tavasztól a, késő őszig tartó időszakot, de hát nem vagyunk egyformák, ez van. Úgyhogy ilyen dolgok történtek. Ja, úgyhogy még annyi, hogy decemberben végül is, hát tulajdonképpen mondhatom azt, egész decembert nem is ezzel az autóval abszolváltam, már azt a keveset, kevés napot, amit dolgoztam benne, hanem, egy kollégának a Volvójával dolgoztam, mert ő egy sajnálatos esemény miatt betegállományba kényszerült, de most már úgy tudom, hogy ő is jól van és dolgozik. Ebben biztos vagyok, mert ha nem tudom, a felvételen látszódott te ott a jobb oldalon át a, pont az a sárga Volvo, mert ő is itt parkolt le tegnap akkor ezek szerint, úgyhogy biztosan ő is dolgozik. No, meg aztán tegnap történt az, hogy tényleg elég korán végeztem. Mondjuk 6 órakor én már tatán voltam egy felrakón, 6 óra után pár perccel. Viszonylag korán kezdtem, de valahogy 12 körül vettem ki a kártyát, plusz még ugye innen 40 perc, mire hazamentünk személyautóval. Úgyhogy elég korán végeztünk, úgyhogy pont a feleségem is délelőttös volt, mire hazaértem már, ő is hazaért. Úgyhogy hónunk alá csaptuk az ödönkutyánkat, és visszajöttünk Budapestre. És vettem magamnak egy drónt. Méghozzá ezt a DJI Mavic 4 Pro-t. Volt már egy Mavic Minim, aztán pont a nyáron az megszűnt létezni, képzeljétek el, mert úgy esett, hogy a céges naptárhoz készítettünk fotót. Aztán ugye, mivel van ilyen irányú múltam, így a cégnél ott felmerült, hogy mi lenne, ha megcsinálnánk. Aztán egyik kollégával, így két autóval, meg még egy hölgy előtt nem említem, mert így nem vagyok ilyenekre följogosítva. A mindegy, szóval két szerelvénnyel, akkor így mondom, elmentünk ki a határba, Tatabányától nem messze. Nyilván nem ezzel, hanem úgymond a cégnek ilyen vezérgépeivel, hogy ugye az új Volvókkal, amiken ugye minden jóság van, küllemre is ugye oldalszoknyák, akkor polírozott könnyűfén felnék ott a kollégáknak a pótkocsin is, nem csak a vontatók. Na mindegy, szóval két szép szerelvénye kimentünk így a határba, és akkor ugye vittünk fényképezőgépeket, meg mindent. És hát én vittem a drónt is, mert milyen jó lehet akkor úgy légi fotót csinálni, meg minden. Aztán hát azt a kis minimet én akkoriban megvettem, csináltam vele jó pár filmet, amit meg lehet tekinteni egyébként, ahogy nem kamionos videó témába. Aztán nagyon sokáig én azt úgy, hát eltettem, azt ott állt a szekrénybe, és hát ugye föltöltöttem az akkumulátorokat, de már öregek voltak ezek az akkumulátorok, úgyhogy végül is az történt, hogy elkezdtem vele repülni. Ugye teszteltem, le, föl, jobbra, balra, jó, oké, akkor minden frankó lett, akkor hajrá, fölemeltem, elvittem egy kicsit hátra. Azt egyszer csak jött, hogy signal lost. Aztán még a távolból hallatszandó hang is megszűnt, úgyhogy valószínűleg ott beesett a cellának a feszültsége, ezt a drónika meg lepottyant a kukoricásba, és hát úgy nagyjából lehetett látni, hogy arra van, hát akkoriban már ugye nagy volt, tehát így a kukorica magasabb volt, mint én, már rajta voltak, nem is tudom, minek mondják, már a kukorica termés is, ha lehet így ezt mondani, úgyhogy hát azt így neki se álltam keresni, mert ott mélyenben azt se tudtam, hogy merre indulsz, érted, ott a kukoricában megtalálni tök esélytelen. Hát úgy voltam vele, mindegy, kiszolgálta már a gép a,
a dolgát, a memóriakártyát jobban sajnáltam, mert ráadásul volt rajta olyan anyag, amit még nem dolgoztam fel. Úgyhogy az azért nagyobb kár volt, na mindegy. Csak úgy voltam vele, hogy jóval nem kell nekem drón. El vagyok én anélkül is. Meg hát a régmúltból nekem van egy még egy DJI Phantom 2-m, ami akkoriban óriási nagy dolog volt, hát akkor még nem voltak ilyen drónok így, vagy ilyen szép számmal drónok így a világba, főleg nem így az országba, szóval nagyon ritkaságba ment. Az akkoriban valami 300 ezer forint volt, de az vagy 15 éve, szóval bődületesen nagy pénz volt, nem volt még rajta kamera, az maga csak a drón volt, és akkor arra föl lehetett tenni egy GoPro kamerát, amivel ilyen remegő képeket lehetett készíteni, meg videót, de akkor még ugye nem is volt az, hogy még te látod, hogy mit vesz fel, csak elindítottad, aztán kész, akkor még ugye a GoPro-k is olyanok voltak, hogy nem volt benne stabilizálás, képstabilizátor, tehát eleve ilyen zizget, akkor 100, mit tudom én mennyi pénz, 1000 forintért, akkor még vettem hozzá ilyen gimbalt, ezt a stabilizátort, na akkor az már úgy ki volt stabilizálva a felvétel, akkor az már lehetett dönteni, de még mindig nem lehetett, még mindig nem volt élő képed, illetve hát maximum annyi volt, amennyi, mit tudom én, a GoPro-nak a wifi-n átjött, de hát az meg azok a GoPro-knak a wifi-e még olyan nagy hatótávolságot nem fettek le, meg amúgy is zavart okozott ott a wifi-el az irányításba. Úgyhogy úgy lehetett vele fotózni, vagy videózni, hogy láttad a drónt, és akkor úgy megcsinálni a snitteket, fotózni, meg úgy, hogy elindítottad úgy a fényképezőgépet, hogy mit be volt állítva, hogy egy másodpercenként, vagy három másodpercenként lőjön egy fotót. Úgyhogy, és akkor mit tudom én, mikor végeztél, akkor lett 4862 darab fotód, és akkor otthon kiválogattad, amire szükséged volt. Úgyhogy az akkoriban nagyon-nagyon sok pénzért egy nagyon-nagyon kezdetleges volt, de no, óriási kuriózumba ment. Tehát akkoriban még az csodaszámba ment az, hogy én fel tudtam mutatni olyan fotókat, meg videókat. Aztán jött ez a kis mini, ami már elérhető árba volt, azt hiszem az akkoriban talán 200 vagy 200 ezer forint alatt volt, és ugye az már 2K-s minőségben elfogadható felvételeket csinált, tökéletesen stabilizált kamerával, úgyhogy azért az már úgy jó volt, nem professzionális minőségű, de most ilyen videoblogokhoz, meg izékhez teljesen jó volt. Sajnos nézegettem, ma már ahhoz nagyon kamera sem, vagy akkumulátor sem szerezhető be egyszerűen. Úgyhogy még ha működne is, az a baj, hogy ilyenkor így ilyenek miatt megy el a használhatósága. Aztán most vettem egy mély lélegzetet, mondom, ha már akkor úgyis megcsináltam a jogsit, akkor így, mondom, akkor legálisan úgyis tudom majd használni, és akkor így, hát ez egy nagyobb befektetés volt. De hát egyszer élünk, meg minek élünk, hogyha vagy minek dolgozok, hogyha így a kópira meg nem áldozok. Na mindegy, szóval, hogy kicsit élvezzük az életet, adjunk vissza magunknak, ha lehet. A jogosítványt meg úgy csináltam meg, hogy Ausztrián keresztül, mert hogy Magyarországon ez úgy megy, hogy
talán hát elmehetek, befizethetek ilyen képzőszervnek, aztán ő tarthat egy oktatást, de az a lényeg, hogy vizsgázni mindenképpen el kell menni személyesen, ugyanoda, ahova egyébként, mit tudom én, mikor Kresszből elmentek vizsgázni, és akkor ez egy ugyanolyan vizsga, mint a Kressznél, hogy leülsz ott ugyanabba a terembe, a számítógép elé, és akkor 40 kérdés van, és akkor arra kell válaszolni. Úgy van, hogy a 75%-át kell tudnod a kérdéseknek, és akkor megfeleltél. Ez azt jelenti, hogy a 40 kérdésből 30-ra kell jól válaszolni, és akkor ugye úgymond 10 hibád lehet. Csak ezért Magyarországon vizsgadíjat kell fizetni, és tehát rendesen macera. Most nem a 4000 pár száz forintos vizsga miatt, hanem mert kell jelentkezned vizsgára, ugye időpontot kell kérned, az ugye általában hétköznap lesz, ilyen vizsgák ugye általában délelőtt, akkor most menjél Szabira, melyik nap, szóval így macerásabb, mint mondjuk az osztrák változat. És akkor, ha jól tudom, még talán nem tudom, hogy a Magyarország, hogy a vizsgaigazolást ingyen adják ki, vagy azért fizetni kell, nem tudom, ezt most így hülyeséget nem akarok mondani, na mindegy, az a lényeg, hogy a vizsga az mindenféleképpen fizetős, és hatóság előtt zajlik. Ezzel szemben az osztrák Ausztriában pedig úgy megy, hogy ott megcsinálták az online tanfolyamot. Kérlek szépen, regisztrálni kell, és a tanfolyam végén te várjatok, mert itt nekünk ki kell menni. És a tanfolyam végén neked lehet vizsgáznod, és az benne a szép, hogy annyiszor próbálkozhatsz a vizsgával, ahányszor szeretnél, és ez ingyen van. Ausztriában ezért nem kérnek pénzt. És PDF formában küldik ki neked a vizsgaigazolást. És hát ez egy szabványosított kártya tulajdonképpen, ez a EU-n belül mindenkinek, vagy a EU-n belül egyformán néz ki, annyi, hogy nyilván az országjelzések meg apró módosításokból eltérhetnek, de ez is olyan, mint a jogosítvány, tehát az EU területén ezt bárhol megcsinálod, akkor ez érvényes, és hát 5 évig érvényes, utána megint újból kell vizsgázni. És nem egy bonyolult dolog, én mindenkinek ajánlom, mert maga a felkészítő oktatóanyagban is sok okosság elhangzik, vagy megtalálható. Egyébként, mivel már volt így előéletem, meg nagyjából ismertem egyébként így a jogszabályokat, meg mindent, én megpróbáltam úgy levizsgázni, hogy nem olvasom el az oktatóanyagot. Hát úgyis 70%-osra sikerült, na. Úgyhogy utána mondom, jó van, mindegy, átolvasom. Tehát tényleg a elejétől a végéig tök jól azon a weboldalon össze van szedve. Ja igen, és akkor ugye a nyelv. Maga az oktatóanyag az németül van, tehát a Google barátunk ugye a weboldalt azt már élőbe tudott fordítani. Tehát az oktatóanyagot is el tudod úgy olvasni. És a vizsgával ugyanez a helyzet. A maga a vizsga az nem feltétlenül németül, tehát angolul is. Tehát ott lehet választani angol nyelvet, de mivel az is a weboldalon keresztül megy, ott is kérheted ugye a Google böngészőbe, vagy a Chrome böngészőbe, hogy a weboldalt azt ott élőbe fordítsa neked magyarra, úgyhogy ezt így teljesen jól
így el lehet végezni, úgyhogy nagyon sokan így csinálják. És ugye eznek pont az a lényeg, tényleg nem a 4000 pár száz forint miatt, hanem ezt otthon a szabad idődbe, akkor, amikor te szeretnéd, a oktatóanyaggal is úgy haladsz, ahogy akarsz, ahogy van időd, és akkor utána meg levizsgázol, érted? Szóval így tök egyszerű az egész. Úgyhogy az én jogosítványom ott Ausztriában lett akkor így nyilvántartásba véve, de az EU belül ez ugye bárhol használható. De magához a legális repüléshez is azért az van, hogy regisztrálni kell maga a drónt is. Úgyhogy azt idehaza regisztrálni kell. De ehhez a típusú drónhoz, mert hogy C0 kategóriába tartozik, elvileg még jogosítvány sem kell, de én, mivel hogy azért úgy általánosságban tisztában legyél a jogszabályokkal, ha valaki előtte nem is használt ilyet, vagy nem nézett utána, meg biztonsági dolgokkal, azért a repüléssel összefüggő dolgokkal szerintem nem árt megcsinálni. Ehhez a típusú drónhoz pont nem kell még felelősségbiztosítás sem Magyarországon. Viszont lakott területen belül minden kell légtérhasználati ugye, engedély, lakott területen kívül pedig nem. Ez ehhez a drónhoz vonatkozik. Ausztriában például ott egy picivel másabb, ha ugyanezt a drónt nézzük, ott nem kell légtérhasználati engedély a lakott területen belül sem, viszont kötelező felelősségbiztosítással viszont kell rendelkezni. Én megmondom őszintén, nekem ez az osztrák verzió jobban tetszik, mert inkább legyen biztosítása az embernek. Én azt mondom, hogy az nem árt. És akkor mit tudom én felelősen használva lakott területen belül is sem kelljen ugye légtérengedélyt kérni, légtérfelhasználási engedélyt kérni. Ez így sokkal jobban használható a mindennapokban, mert ugye a légtér, ez az engedélykérés, ez úgy van, hogy a repülés előtt 30 nappal kell megkérni ugye előre, szóval az úgy, ezt ugye a legálisságot, ezt kicsit úgy meg, a legális felhasználást azért egy kicsit megnehezíti. Na. Mert hogy ezek egy nem túl nagy, nem profi drónok, nehéz azt életszerűen elképzelni, hogy itt a drónfelhasználók jelentős része, mert most otthon kimegy a ház elé, vagy az utcára, ahol nincsenek embertömegek, mert embertömeg fölé nem mehet, abba a nyitott kategóriába, ahol én vizsgáztam. És hogy ott ők lakott területen belül mindenki, szóval, hogy légtérengedéllyel rendelkezik, ez biztos, hogy nincs itt, vagy nincs így. Lakott területen kívül meg nem kell ezzel a típusú drónnal. Na mindegy. Még van mit csiszolni idehaza. Kicsit szigorúbb lett idehaza ez is, mint úgy az Unió nagy átlagánál. Ja. Most mi, hogyha valaki el akarja magát úgy térben képzelni, akkor hát a 5-ös úttal vagyunk. Az M5-ös és az régi 5-ös út között vagyunk, azzal megyünk itt párhuzamosan. Ez egy ilyen elkerülő út, hogy ott az 5-ös út menti településeket ne érintsük. Ugye onnan ezek a nagy autók ki vannak tiltva.
viszont autópályán meg bugyit nem nagyon lehet megközelíteni, úgyhogy erre kell menni. Majd aztán nem sokára kiérünk az ötös út azon szakaszára, ahol nincsen tiltás. Ja. Itt mutatta, hogy nekünk majd jobbra kell kimenni, mert itt látszik is, hogy ha most ezen az úton mennénk tovább, ott Ócsára jutnánk be, de 7,5 tonnás tiltás van. Úgyhogy mi itt kipattanunk az első kijárónál. Ígyni. Közben volt decemberben egy ilyen nagyobb havazás is. Hát akkor nem tudom, mi Tatabányán úgy behavazottunk, képzeljétek el, hogy kicsit olyan szégyenteljessé vált a dolog. Bődületes nagy hó volt a városba. Így jöttek be nemzetközi kollégák, hogy egy pálya majdhogy nem fekete volt, aztán így városon belül meg emelkedőn meg hát elakadtak. Nem véglegesen, de hogy okozott némi problémát, hogy fölmenjenek az emelkedőn, meg nem is volt túl egyszerű. Aztán mi is ott már telephelyen belül elakadtunk, meg ott úszkodtuk egymást, meg próbálkoztunk, úgyhogy én nekem szerencsém volt így, amit én vittem volna lerakni, azt elhalasztottuk másnapra, úgyhogy így aznap nem kellett kimennem. Így a telephelyen belül próbáltam mozogni, hát esély nem volt, úgyhogy egy ilyen elindulás segítő láncot tettem föl, tudjátok, az olyan, majd bevágok egy fotót, talán még az megvan, mert azt lefotóztam, hogy így át lehet fűzni a felnin, és akkor így, hát nagyon haladni nem lehet benne, de mondjuk, hogyha egy rámpán megszorul az ember, az két oldalra úgy fölteszi, akkor mindig annyit, egy picit, ha szerencséd van, annyit meg tud kapaszkodni, hogy mit tudom én, lehúzd egy ilyen emelkedősebb rámpáról, ahol esetleg nincs letisztítva ott az út, hogy ne kerüljél szorult helyzetbe, szóval arra jó, de hát én hóláncot még életemben nem tettem fel. Megfogadtam tavaly télen azt, mondom, hogy ha nem kell föltennem, akkor nyáron megcsinálom azt, hogy egyszer bemegyek korábban, vagy hétvégén, és akkor megpróbálom föltenni a hóláncot. Ne akkor kelljen kitalálni, hogy ezt hogy kell. Ja, közben mondom, hogy most már az ötös úton vagyunk. Szóval ne akkor kelljen, amikor szorult helyzetben van az ember, meg már elakadt, meg már lefagy a kezem, meg minden, meg szakad a hó, hanem nyáron. Aztán valahogy ez mindig elmaradt, mert hú, most meleg van, hú, én most biztos nem megyek be, meg minden, úgyhogy kicsit visszaveszek a fűtésből. Szóval szépen elmaradt ugye elmismákoltam, úgyhogy most meg közben megint jött a tél, aztán leesett ott a hó. Na mindegy, ezt a izét ezt föltettem akkor, aztán úgy nagy nehezen kiálltam a helyemről. Összeakasztottam végül is azt a pótot, amivel mennem kellett volna, aztán nagy nehezen visszaálltam így orral a parkolóba. Úgyhogy ez ilyen reggel volt, úgyhogy ott mindjárt neki is álltak eltakarítani a havat. Igazából másnapra meg már minden frankó volt az egész országban, meg ott a városban is. Úgyhogy akkor el tudtam menni. Úgyhogy akkor azt a havazást úgymond megúsztam. Akkor így nem kellett kimenni.
itt balra, balra van azt hiszem a Hunlandnak egy telephelye, meg azt hiszem a jobb oldalon is van egy telephelye, de azt már lehet, hogy elhagytuk. Ugye itt Bugyi környékén. Érdekes, most nem járnak, bár lehet, hogy a hideg miatt nem kell a kavics, de itt nagyon sok kavicsbánya van, úgyhogy itt megállás nélkül oda-vissza járkálnak a billencsek általában. De szerintem még egyrészt éveleje van, meg gondolom, hogy talán ebbe a hidegbe annyira nem megy ez a kavics felhasználása. Ja, ott van bal oldalon is egy hullantelephely. Ja. Mi meg ide megyünk majd mindjárt pár száz méter után, vagy ám most már látom a céget, ott jobb oldalon lesz. Ott majd a kapuba kikapcsolom a kamerát, mert bent nem lehet. Jó nagy cég egyébként, jó nagy területen is van. És ilyen személyigazolvánnyal kell jelentkezni. De aztán úgy megismernek, mert úgy azt hiszem rendszám szerint úgy benne is vagyok talán a rendszerbe. De mindig meg kell mutatni a személyigazolványt. Aztán majd, hogyha rakodásról lehet, akkor csinálok felvételt. Majd meglátjuk, hogy alakul. Meg mennyire kell sietni. Na, ha sok autó van, akkor nem éri rá az ember úgymond szarakodni, mert hát nem tartunk fel másokat. Na, ide oldalra félre kell állni, és akkor innen kell előre menni. Azt mondjuk nem tudom, hogyha egyszerre több kamion érkezik, akkor mi van. De most így pont egyenesre kiosztuk az autót, és akkor megvagyunk. Na! Megyek, aztán bejelentkezek. Na, az van, hogy a linceket én már kiszedtem, elhúzom a ponyvát, és akkor megmutatom, hogy kell úgy berakni, hogy a oldalrámpához oda tudjunk állni. Van némi gond, mindjárt megmutatom, hogy micsoda. Azért nem tudom a ponyvát elhúzni, mert ott látszik, ott a ponyvának a széle, rá van csukva az a hátsó felnyitható ajtóra. Aztán be van csípve, úgyhogy nem tudom elmozdítani, ki kell szedni. Van ez a kis nyalóka, ezzel felnyitom. És akkor elvileg látjátok, ott az volt becsípődve. Azt, hogyha visszahajtom az ajtót, kicsit. Na jó, így nem bírom, hogy a kamerát is fogom, de ez a megoldás. Na és akkor most lesz az, hogy ezt itt frankon begyűrögetem. Így. Kutira ne essen ki. Ide beteszek egy lécet. Így, és akkor nem tud kiesni, mert ugye ez itt lógna le, ezeket mindjárt is szakítaná az ember, a ponyvát is megsérteni. Ja, és hát végig az jobban nem kell szétszedni, majd ott a
a léceket majd majd ott kiveszem. Illetve még annyi van, hogy veszek elő spanifert. Itt papírdobozos motyók vannak. Azokat konkrétan nem kell kötni, de van, amikor van olyan is egy-egy benne, hoppá, amiket le kell kötni. És ha már odaálltál ugye az oldalrámpához, már ide nem félsz hozzá, úgyhogy utána, amikor már meg van rakva, kéne másik feléről is beakasztani minden, akkor ki kéne szedni, ugye ott is, el kéne húzni ott is a ponyvát, és ezt ilyenkor érdemes előre kivenni. Úgyhogy én 4 darab spanit, meg 4 darab racsit előszedek. És akkor azt földobok még. Igazából megnézem, hogy ez a kamion végzette, aztán hogyha végzett, akkor oda megyek. És akkor ez van, amit elfelejtettem, hogy a hátulját nem emeltem. Be kell bukálni. Na és amikor oda tolattunk, akkor így néz ki ez az oldalrámpás megoldás. Annyi van, hogy mivel ez egy mega autó, így elől-hátul eléggé ki kellett emelnem, hogy szintbe legyen a rámpával, ugye itt a magasság, így. Mert ugye ide rájön oldalról a targonca. Úgyhogy egész érdekes. No, végeztem is. Aztán úgy rakodás közben nem lehetett videót készíteni, mert hát ugye ott azért embereknek van személyiségi joga, és hát ugye kibejárkált a targoncás úr. Amúgy itt mindig jó fejek voltak eddig, jó párszor voltam már itt. És hát találkoztam Lacával, akit még az Ellóról ismertem, és időnként itt össze szoktunk találkozni. Ő nemzetköziben nyomja, úgyhogy ő itt úgy rakodik, hogy ő viszi is ki. Én meg most ezzel suttyanok Tatabányára, és akkor majd onnan fogja továbbvinni a nemzetközi kolléga. Na, nálunk ez így meg... Húha, lehet, hogy a hajam most eléggé kócos. Húha. Na, mindegy, hát nincs nálam fésű. Na, mindegy, ez van. Tettem a sapkát. Na, úgyhogy... Go home! Aztán, hogy utána kell-e még valamit csinálni, azt nem tudom, én örülnék neki, ha mehetnék haza, mert... Tegnap este, mikor megjöttünk már Pestről, vagy késő délután, hát
Ugye ezt a drónt is először föl kellett tölteni a távirányítót, föl kellett tölteni ugye az akkumulátort, aztán vagy 2 gigabájtnyi frissítés, de az is mit tudom én háromszorra, úgyhogy hát már nem nagyon lehetett kipróbálni. Most meg még világos is van, úgyhogy jó lenne esetleg, ha összejön, hogy mondjuk időbe haza tudnék menni. De ha nem, akkor nem mindegy most. Úgyis kell a pénz, mert drága volt a drón. Ja. Meg aztán tényleg, hát van még egy ilyen kis hírke, hogy hát októberben volt, hogy egy éve itt vagyok a cégnél, képzeljétek el. Úgyhogy túléltem. A cég is túlélt engem, ha szabad így mondani, úgyhogy így minden oké eddig.